Szakmai napot tartott az EGER-ese az MLS kezdeményezésére bő egy éve működő 28 magyarországi labdarúgó tehetségközpont edzői számára kedden. Az egyetem D épületében előbb előadások hangzottak el az egyes klubok 10-12 éves korosztályonál folyó képzési munkáról, a videórendszerekről, a mérésekről, a napi-heti aktualitásokról, az egyes régiók sajátosságairól. A Budafokon, a Tatabányán és a Szeged Csanád Grosics Akadémián kívül bemutatkozott az EGER-ese is. Van talentképzésünk, egyéni programunk, egyéni képzési programunk, posztspecifikus programunk, amiket be tudtunk indítani már korábban, vagy éppen a nyártól még jobban lebontottuk. Van egy olyan terület, például a feljáték, ami oktatása, az például mindig kényes terület, mert hát a mai utánpótlás játékosok nem úgy érkeznek mondjuk a felnőtt futballba, hogy tökéletesen fejelnek. És ezt mi specifikusan képzeljük el korosztályoknál. Délután a felsővárosi sporttelepen bemutató edzéseket követhettek nyomon a szakemberek. Az EGER-ese fiú U13, U14 és lány U14-es csapatai a magas pressinget, a szerzett labdákból történő gólszerzést gyakorolták, a fiú U10-es korosztály a technikai elemek maximális létszám melletti bemutatását sajátította el. Gyarmati Attila szerint az óvodások és az intézményi programban résztvevő iskolások folyamatosan áramlanak be az egyesület csapataihoz, több száz gyerek sportol a klub keretein belül. Velük fő, illetve mellékállású edzők foglalkoznak, az egyetemnek köszönhetően több gyakornok dolgozik az egyesületnél.